önkormányzatú bekapcsolódott Zakar Lászlóné segítségével egy olyan rendszerben, hogy minden gyerek kapjon egy fát és ültessen el egy fát. Az önkormányzatunk a Gebenci Erdőgazdaság segítségével meg is érkeztek. Egy kisnevelő ház, ez a neve eláll, hogy a kisnevelő ház, de ez 30 méter magasra nő, és mi szeretnénk ezen a helyen a kis fiatalokkal egy olyan, hogy mindenki kap egy-egy fát, amit elültetne, és egy ilyen házligetet kialakítani. Körülbelül 35-40 fát szeretnék ide elültetni. Gondozni is kellene ezeket a fákat, néha egy kis kannával megjönni, meglocsolni, hogy tudják ezek a gyerekek, hogy mi az, amit védenünk, óvnunk kell, és hogy a településünk végszem legyen. És én remélem, hogy hosszú távon belekapcsolódunk ebbe a munkába, és jövőre is a 2013-ban születettek egy új fasorral gazdagítjuk hozzá. Én megkérem a kedves szülőket, hogy segítséggel egy-egy fát válasszanak ki, ki vannak itt jelölve a gödröt, és oda lehet már is ültetni, ugye, és hozom a fákat. Tesselek, Jöni, kedves szülők, ki vannak jelölve, a fiúk segítenek benne. Ez lesz a te fát, ezt kell majd gondolni. Igen. Igen, ezt kell neki gondolni, ezt a szép fát. Gyere már ide! Az enyém a második. Egy a kabocsak. Egy a kabocsak. Rajára meg kell tenni egy kis földet, be kell visszapolni majd, jó? Várjál! Úgy látom a harcokban állhat, hogy Sárát minden figyelet ezzel a figyelünk van. Hol van még üres? Arra felkültöm. Kiszállt a minden bárcsávünk! Mi maradt még itt ki? Ne! Nagyon szép ültetem, hogy ide, jó? Na, kész van? Na, készen vagyunk. Ó, hát ti nagyon ügyesek vagytok. Úgy látom, az eleje már végzett. Sikerült lenni, ne?